Amilyen sas szemem van nekem, azt kell mondjam, már most kiszúrtam, hogy még nem lájkolt ezt a videót. Ez nekem nagyon-nagyon nem tetszik. Utolsó lehetőség, most azonnal lájkolt ezt a videót. Sziasztok srácok! Én viccelek vagyok és hatalmas nagy pacsa üdvözlök mindenkit a mai videóban. Ahogy ebből a kis intrószerűségben láttátok is, így van, a mai videóban mindenkinek a sas szemét fogjuk most éppen letesztelni. Én magamról amúgy úgy érzem, hogy eléggé éles a látásom. Tehát most tegyük fel, mondjuk éppen ugye most Budapesten vagyok, hogyha kedvem van megnézni, milyen az időjárás Londonban, akkor csak fogom, belenézek az égbe és ellátok egészen Londonig. Szóval semmifajta kihívás nem lesz, viszont srácok, itt jönnek a lényeg, ez ismételt egy interaktív kis játék lesz, úgyhogy ti magatok is akár tudtok velem együtt szórakozni, illetve ti magatok is részt tudtok venni ebben a kihívásban, hozzatok papírt, tollat, ceruzát, telefont, bármit, amit csak akartok, amire tudtok jegyzetelni, és írjátok fel velem együtt, hogy ti hányat találtatok el a mai feladványok közül. Úgyhogy remélem, hogy készen álltok a mai videóban mindenkinek a szemét, mindenkinek, nem, ez így most furán hangzik, olyan, mintha azt mondtam volna, hogy mindenki szemét, már mindenki rossz fej, tudjátok, ezt inkább újra fogalmazom. Szóval most mindenkinek a látását fogjuk letesztelni, és azt, hogy mennyire tudsz esetleg a sok-sok részlet közül kivenni egy vagy két fontos dolgot, úgyhogy kezdjük is. Itt is van, tehát az első feladványunk, kettő azonos emojit kell megtalálni az itt felsorolt hangulatjelek közül. Fú, gyerekek, hát ezt irandom, ennyi dolgot meg kéne nekem mondanom, hogy melyik az azonos emoji, melyik kettő volt ugyanaz. Komolyan mondom, nem tudom, nem láttam. Ott van kettő ugyanolyan. Ó, hát ez a meglepődős fejből volt kettő. Következő feladat pedig az, hogy két ugyan, hát ugyanaz a feladvány, csak most kaják vannak. Kettő ugyanolyan emojit kell megtalálni ugyanarra a kajára. Á, és között ketyeg az idő is. Ott a szendvics, nem? Nem, a szendvicsből is csak egy van, azt hittem hirtelen, hogy megtalál. De nem, a szendvicsből van kettő, igen. A harmadik sor utolsó előtt és a második sornak az első emojia. Erről van szó, gyerekek, eddig kettőből egyetlen is találtam, így is van, remélem között ti is írjátok, hogy hogyan álltok az eltalálási arányokban. Harmadik feladvány, megint ugye kettő, csak most állatot kell megkerestünk, két ugyanolyan állatot. Figyelj, ez elég nehéz. Jó, és az a tevének meg az egyik, értem, már azt hittem, hogy megtaláltam, de az egyik az egy pupu, másik pedig két pupu teve. Miből van itt kettő, nem tudom. Kettő macska volt, de basszus, miért ennyire nehéz amúgy, ez csak nekem ennyire nehéz? Ti eddig hogy álltok amúgy, de tényleg? Na nézzük, következő, megint kettőt kell megtalálni, most itt ezúttal ruhák vannak. Nézzük akkor a színeket, hogyha mondjuk ugyanolyan szín van valahol, nagyon feltűnően, nem tudom, hogy hogyan érdemes nézni, csak a közepét, vagy közben mozogni, meg így, meg úgy nézni. Pólóból egy van, boxkesztyűből is, zokni, táska... A kabátból, a kabátból! Ott van, gyerekek, az utolsó pillanatban találtam meg azt a ballon kabátot. Kezdek amúgy nagyjából belejönni, ez nagyon nehéz lesz. Sport tevékenységeknél kettőt megtalálni, és mindezt úgy, hogy alig van rá idő. Oké, a futó emberke nekem, és azt hittem már megint, hogy megtaláltam a táncos nőre, de az egyik az sötétebb bőrű, mint a másik. A biciklistákból is van több fajta ruhából, de ez egy rohadt nehéz, hogy basszus, még a bőrszínük is eltér, vagy nem tudom, még a szörfdeszkájuk. Nem, megtaláltam a szörfös, igen. Ugyanaz volt a két szörfdeszka pontosan. Jó, hát fél eddig három, ötből három, vagy valami ilyesmi volt. Nézzük akkor most az úton a különböző közlekedési eszközök. Kocsi, majdnem ugyanaz, a hajóból is van. Ott van, megtaláltam, a hajó az. Utolsó sor, negyedik, második sor, második. Az ugyanaz. Meg amúgy nem, jó, több nincsen. Azt hittem, hogy a vonat is. Nagyon nehéz, mert tényleg csak ilyen nüansznyi különbségek vannak, hogy máshogy néz ki a lámpája kb. Meg ilyenek. De amit megtaláltam, az ezúttal tényleg jó volt, úgyhogy gyerekek, eddig tiszta jók vagyunk. Na nézzük, következő feladványunk az, hogy minek nem kéne rajta lennie a képen, vagy minek nem kéne ott lennie. Hát ez egy híres kép, ugye, hogy ott fent ülnek a munkások, tehát ez így egy létező dolog. Ó, te egy repülőgép! Tehát ki az, aki ilyenekre figyel közben, a fókusz is remélem, hogy jól mutat. Nézzük, következő, minek nem kéne ott lennie. Az ott egy telefonnal fotózza az emberke, vagy csak úgy tűnik ott, aki ott Google lent? Igen, azért mondom, az ott mi a kezébe? Azért, ez egy iPhone, persze, hogy annak nem kéne ott lennie. Hát ezt már úgy eltaláltam, az elsőt azt nem annyira. Nézzük, minek nem kéne ott lennie? Hát figyelj! Valószínűleg a tévé... A laptopnak! Hát nyilvánvalóan a laptopnak nem kéne annak ott lennie. Azért úgy be is ütne, hogyha egy ilyen random MacBook, nem tudom, milyen lett volna abban az időben. Így is van. Jó, hát figyelj, ez eddig ugye egészen jó, hát hogy 50%-os arányban azt hiszem eddig eltaláltam. Nagyon ikonikus kép, hogyha ezzel nem fogom megtalálni, az ugye eléggé gáz lesz. Az ott milyen verde az a piros? Az ott úgy biztos, hogy nem illik oda. Igen, tehát nem látom ennyire közelről, ennyire távolról, de az úgy valami nagyon-nagyon fullos sportkocsi, ami eléggé durán csak photoshopolva volt. Következő,
megint itt minek nem kéne rajta lenni a képen, hát egyetlen egy dolog, amit most előtt, az a matrózruhás emberke ott. Ja nem, ott van mellett az Amerika kapitány. Azt hittem, hogy az emberke, aki abban a nagyon világítós ruhában van, de nem, mellette volt egy szuperős. Az ugye az Amerika kapitány, remélem, hogy jól mondom. Nem biztos, de igen. Szerintem ő az, hogyha nem, akkor javítsatok ki. Mi ez? Hát szerintem ez egy szivar, félbevágva. De javítsatok ki, hogy hát igen, ez egy szivar volt. Vagy nem is félbevágva, egyszerűen csak a vége. Ah, tehát most ki kell szúrni ennyi kis részletbe, hogy mi az, amit látunk. Ez itt, ez valamilyen gyümölcs, és nem fogom tudni, hogy milyen gyümölcs, de az a kis magvas valami. Nem, ez egy golflabda. Majdnem megettem, gyerekek, jó, hogy nem maradtam bele. Következő, igen, azt szerintem ez egy repeszgránát, hogyha jól emlékszem. Ilyesmit már láttam régebben ilyen félbevágva. Na, hát végül is jó, hát hogy hívják, tűzijáték, az ugyanaz, mint egy gránát szinte, csak kisebben, nem szól akkorát. Nem rosszul mondom. Ez is valamilyen labda lesz, ez egy, hogy hívják, baseball labda, szerintem. Így is van, hát igen, látszottam, hogy a külseje miatt lehetett igazán tudni, ugye a varrás meg az ilyenek miatt. Ez nagyon tetszik ez a feladat, basszus, hogy ki kell találni, mi ez. Ez például valami rakétát mondanék rá, mert nagyon futurisztikusan néz ki. Kamera lencse, érted? Mekkora király, már így néz ki egy kamera itt, vagyis a lencse így félbevágva. Ez valami bukós isak lenne? Ez valami bukós isak, szerintem. Ja, hát igen. Vagyis hát ilyen sportsisakok, ugye hát, ja. Következő, ez egy ilyen adapter, töltőadapter lesz valószínűleg, ugye ott van a csatlakozó tetején, szerintem legalábbis azért lenne az, így van pontosan, ezek a régi nagyobb fajták. Gyerekek, eddig hogy álltok? Szerintem ez eddig nagyon-nagyon király, hányat találtatok ki eddig? Na most ez a színes valami, ez nem tudom micsoda, de ez biztos meglepő lesz. Hogy sok kábelnek így, hát jó, figyelj, oké. Oké, azt mondom, hogy oké. Na nézzük, ez olyan feladvány lesz, hogy milyen, hogy hívják a planétákat magyarul? Milyen égitestek mozognak ki, így maradjunk ennyibe? Hát az ott ugye a Föld. Az meg ott, nem hiszem, hogy a Hold, mert az nem csinál ilyeneket, de az ott nyilván a Föld a jobb oldali, vagyis hát na, a külső. A belső az nem tudom, hogy micsoda. Most ezt miből kéne tudni, hogy ez most miért optikai illúzió, vagy miért ilyen szembecsapós feladvány, ezt nem tudom. Nézzük, hát de még látszik is rajta, hogy ez a Föld, az meg ott a Vénusz lesz, hogy mi? Igen. Jó, hát én nem láttam, hogy meg vannak színezve, hogy néznek ki. Melyik is? Az ott a Hold, biztos valami ennyire nagyon gyorsan pörög, mert az néz csak ki így, meg az keringe így a nap körül. És mi az a másik, ami ott így ilyen furán néz ki? Hát figyelj, azt mondanám, hogy a Jupiter, de csak azért, mert úgy néz ki. De lehet, hogy mennyire király alakzatot rajzolt ki, amúgy ott középen, basszus. Jó, hát szerintem a Hold meg a Jupiter, de csak azért mondom azt, mert konkrétan ábrázolva vannak, és elvileg azok így kell, hogy kinézzenek, nem? Legalábbis mindig így láttam őket a könyvben ábrázolva. Nézzük akkor, mi a megoldás. Hogy meg kell adni kommentben, hogy mi volt az. Hát akkor, amit én mondtam, de írjátok meg kommentben szerintetek, hogy ki volt az, vagy pontosabban mi volt az. Ki van elrejtve ebben a képben? Úristen, de bántja ez a szemem egy gyerekek. Úristen, belevakulok ebbe a képbe, ki van rajta elrejtve? Nem tudom, Batman. Nem, oké. Az egyik Tini Ninja teknőző. Basszus ez a kép, ez de megőrít engem. Ezt most látom, gyerekek. Ez Homer Simpson. Közben remélem jól mutat, hogy egyfolytában így kell nézem a kijelzőbe, megvakulok benne. Ez Homer Simpson szerintem, legalábbis látom őt benne. De rossz körök. De nem bírja ezt a szemem. Igen, ez Homer Simpson volt, ezt jól mondtam. És még egy feladat. Kit látsz ezen a képen? Hát én basszus egy piramist látok rajta. Vagy Jézus Krisztust. Nem tudom igazából, de úristen. Ott van valamilyen karakter. Basszus, én már konkrétan mondom, négy dimenzióban látok. Úristen, mi történt velem. Várjatok, most megállunk, mert itt valamilyen nagyon nagy dimenzióugrás történt. Én szerintem megnyílt előttem már a 8. dimenzió is. Tényleg olyan szinten itt elkábított engem ez a videó. Basszus. Hallom a színeket, és látom a hangokat. Az úgy okés? Jó, oké, tehát váltottunk inkább az előző videóról, mert az úgy konkrétan engem tönkretett, basszus. Néztem a képet, egyszerre akartam bealudni, egyszerre akartam kiugrani az ablakon, és egyszerre akartam lefutni egy 20 km-es sprintet. Tehát ez így valahogy fura hatása volt rám, de inkább nézzük akkor a következő videót. Ismét optikai feladványok lesznek, vagy optikai illúziószerűségek. Ebből meg akkor most megnézzünk kettőt. Itt van nekünk egy kép, amin, hogyha ránézel, akkor több dolgot is mutathat neked, úgymond. Alapvetően az emberek, szerintem legalábbis én magamból kiindulva azt a két nőt vettem rajta ott észre, hogy láthatjátok is, akik ott ülnek, de ez valójában egy koponya. Ha jobban megnézzük, akkor igen, benne van az a nő, meg ez egy tükör, nem is kettő nő, hanem az egy tükör, de valójában meg olyan, mint egy koponya, hogy az egész egybe rakva, ugye ott van a két szem, ott van az orra, meg minden. Ti mit vettetek először észre, a nőket benne, vagy hát a nőt,
vagy a koponyát. Ez egy ilyen személyiségtesztek is jól lenne, amúgy, hogy ki mit vesz benne észre. Itt most egyszerűen csak észre kell venni, nem az, hogy megmagyarázzák, hogy ha ezt láttad meg, akkor depressziós vagy, hogy akkor az korpig a nőket szereted. Itt van a következő. 4 darab arcot kell megtalálni ezen a képen. Ja nem, pontosabban minimum 4-et szoktak az emberek megtalálni, de amúgy sokkal több van. Akkor most számoljuk meg, hogy hányat látok én. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 embert láttam én ebbe a képbe. Ezt most inkább meg is állítottam, aztán fel fogja nekünk majd fedni a megoldást. Én 10 arcot vettem ki az ágakból. Írjátok meg kommentben, hogy ti hányat vettetek ebből észre. Kevesebbet, többet, vagy pont ennyit, mert most azt hiszem le fogja nekünk itt leplezni a megoldást. 1, 2, 3, 4, de miért ennyire fura összevisszaságban számolgatja amúgy. Mindegy, igen, van egy ott is, az alatt is még van egy 7, 8, 9, és ott lesz még a 10. És 10 volt, akkor mind a 10-et megtaláltam, basszus. Ezért mondom, hát olyan sas szemem van, remélem most már lájkoltad ezt a videót közben. Észre fogom menni, hogyha nem is nagyon nagy haragba leszünk. És akkor az utolsó feladványunk pedig a mai videóra. Itt van egy bicikli, ami gurul. Ahogy látjátok, mozgásban van. De valami mégsem okés ezzel a biciklivel, mégis miért annyira misztikus. És hát ő ki kell találni, mi itt a trükk. Hát igazából én azt mondanám, hogy az, hogy olyan, mintha csak a küllőknél mozog valami, látjátok, mint egy ilyen betöltő képernyő, és az egész bicikli egy helyben áll, csak azt mozgatják animációval. Szerintem ez benne a trükk. Igen, tehát a küllők forognak, de nem annyira egyszerű a megoldás. Tehát, hogy... Na jó, itt most komolyan ennyi volt csak a megoldás. Megmagyarázták nekünk azt, hogy igen, jól láttuk, hogy mi történik ebben az animációban. Kösz szépen, tényleg kösz. Úgyhogy srácok, ez lett ma akkor a mai videó. Igazság szerint még van rengeteg ilyesmi optikai illúzió, sőt valójában már volt is erről egy korábbi videóm is, ahol, sőt igazából kettő is már volt szerintem. Mind a kettőt majd bent lesz a jobb felső sarokban, azt hiszem ez itt a jobb felső sarok. Ott meg tudjátok ezeket nézni, elég izgalmasak voltak, sőt, ha jól emlékszem, az egyik videó pont olyan volt, mint amin most itt az előbb nagyon behipnotizáltam saját magamat. Nagyon-nagyon érdekesek, tényleg borzasztóan érdekesek, hogyha nem láttátok van, akkor nyissátok meg itt a jobb felső sarokban. De persze még azelőtt ne felejtsétek el lájkolni ezt a videót, ha tetszett nektek, valamint mindenképpen csatlakozzatok a csapathoz. Az iratkozzatok fel rám, így nem fogtok nem maradni a következő videókról sem. És higgyetek nekem, lesznek még nagyon-nagyon jó videók, ez garantált. Minden esetre most megköszönhetek a figyelmet, srácok, ne felejtsétek el kommentben megírni nektek, hányat sikerült a mai feladatok közül megoldani, ki az, aki esetleg okosabb volt nálam, vagy legalábbis jobb volt a szeme, ki az, aki esetleg kevesebbet teljesített. Nézzük meg kommentben, hogy ki lett ennek a versenynek a győztese, mert azt meg fogjuk koronázni. Mármint, nem, oké, azt hiszem ez most nem a jó időpont arra, hogy valakit megkoronázzunk. Oké, felejtsétek el, rossz poén, inkább most tényleg leizárom ezt a videót. Köszönöm a figyelmet, srácok, holnap ismét találkozunk, addig is még, sziasztok!